Jó napot kívánok, Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től. Szeretném bemutatni ezt az Everan RL 1000-es típusú derékcsuklós rakodógépet, amely elektromos hajtással rendelkezik. Erről a gépről két dolgot kell érdemes tudni. Ennek van egyébként dízelmotoros változata is, az csak ER 1000-es típusú. Maga az emelési képessége ennek a gépnek az 650 kg, illetve a maximális emelési magasság az pedig 3 méter 25 cm. Majd ezt mindjárt ki is fogjuk próbálni, megmutatom a magasságukat, meg egy kicsit megmutogatjuk üzemközben is a gépet, csak előtte körüljárjuk, körbenézzük. Ebbe a konkrét gépbe 300 amperórás 72 voltos akkumulátor rendszer van, lítium-ionos, lehet olcsóbb változattal is kérni, amikor ólomsavas akkumulátorral vesszük a gépet, illetve abból is van 300 amperórás és 200 amperórás is. Az alap akkumulátorral a gyár 4 óra üzemidőt ad meg, ez egy fázisról, tehát 240 voltról tölthető. Maga a töltőt azt majd azt is előhozom, megmutatom, illetve ide kell bedugni, itt tudom tölteni. Az akkumulátor ebbe egy Golden Camel gyártmányú, ez egy elég jó kínai gyártó, itt látszódik az akkumulátor csomag. Ott látható, illetve itt bent vannak szépen a vezérlés. Egyébként amelyik dízelmotoros, annak pont itt van a dízelmotornak a helye. Tehát akkumulátor. Tehát egy fázisról tudom tölteni, 4 óra üzemidőt határoz meg a gyár. Most az eladott gépek tapasztalati alapján, visszajelzés alapján egy 5-6 órát még a kisebbik akkumulátorral is tud, tehát a 200 amperórással. Nyilván azért függ a munka intenzitásától az, hogy hány órát bír ki. A gépnek a hasmagassága egyébként több mint 20 centi. Jó kis széles kerekek vannak rajta, szélessége pedig 1 méter 20 centi. Tehát nagyon szépen, nekünk nagyon jó, hogy a konténerbe kettő elfér egymás mellett, emiatt is tudunk hozni kedvező áron a gépeket. Érdekesség egyébként, hogy ez a dízelmotoros változat az még drágább, mint ez az elektromos. Tehát itt már annyira átállt Kína az elektromos irányra, hogy elég kedvező áron tudnak adni akkumulátorokat, illetve meghajtást. Az eszköz felfogatása az egy euró eszköz felfogatás, hidraulikus gyors eszköz csatlakoztatással rendelkezik, itt alul látszódik a munkahenger, a biztosítás, illetve plusz kört is vezérel, tehát hogyha egy fogóvilla kellene. Maga ez a gép alapfölszereltségként egy földkanállal rendelkezik, ezt a gépet pedig raklapvillával együtt kérték. Tehát így akkor raklapvillával is, de rengetegféle egyéb eszköz rendelhető hozzá, a bálatüskéstől kezdve trágyavilla, 4:1-be kanál, vagy még sok-sok egyéb eszköz van. De mivel eurós eszköz felfogatás, így egyéb gyártóknak, például a rakodós, traktorrakodó gyártóknak az eszközeivel is kompatibilis ez a gép. Maga a gém egyébként, gémben kívül oldalt megy a vezeték, a hidraulika vezetékek. Ez amiatt jó, hogy ha bárhol valami csöppenés, hiba van, nagyon egyszerűen cserélhető, illetve nagyon egyszerűen meghatározható a hibának a helye. A maga a hajtása a gépnek, itt hogyha alánézünk,
Ott látszik, hogy egy tengelyenként egy-egy villanymotor van. Itt nagyjából. Illetve, hogyha már itt vagyunk, a derekát is megnézhetjük, hogy itt a dereka is, ez 8 fokba tud csukladni a gép. Tehát itt a dereka szépen billen, hogy mind a 4 kerék végig a talajon maradjon. De hát nézzük itt gyorsan a legérdekesebb részét a gépnek, hogy hogyan működik, illetve mozgassuk is meg. A beülve a gépbe van egy joystick vezérlőkarunk, azon van az irányváltó. Itt, hogyha följövünk, itt a hüvelykkel tudok előre, üres, illetve hátra menetet kapcsolni, illetve a szivattyúnak két állása van, a hidraulika szivattyúnak, ezt pedig a zöld gombbal tudom állítani. Tehát itt benyomom, akkor nagyobb, de mindjárt indítom is, tehát fölhúzom ezt a gombot, itt az áramtalanítót, és hogyha itt megnyomom, már hallatszódik is, ahogy fölpörög a motor. Előre menetbe rakom, itt be is van kapcsolva, és akkor már tudok is indulni. Szépen. Hátra menetbe meg szépen csipogja is. Itt egyébként szép színes maga a műszerfal. Nézzük meg, milyen magasra emel. Illetve, hogy milyen gyorsan emel. Nem csak, hogy milyen magasra, hanem milyen gyorsan. Most gyorsba raktam. Ha emelek, így, illetve a kitolásba. Tehát nagyon szépen, finoman lehet mozogni a géppel. Mozgassuk is meg, nagyon jó kis helyen fordult egyébként. Mindig meg kell állni teljesen, és utána fog az irányváltás működni a gépen. Nagyon jó egyébként a munkaterületre a rálátás innen a vezető pozícióból. Akkor még itt, amit egy dolgot elfelejtettem mondani, maga a gémkitolás az innen vezérelhető, karról, illetve a plusz eszköz vezérlés. Tehát az erről a két gombról vezérelhető. Egyszerű duda, mondjuk ablaktörlőt azt éppen raktak, de az fölöslegesen erre a gépre, illetve itt van a világításnak a kapcsolója, illetve van egy vészvillogó kapcsoló. Illetve a kapcsolás, világítás, ezek a munkalámpáknak a kapcsolása elől-hátul. Most, mint a karácsonyfa ég, mindegyik, hogyha körbejárjuk. Még a vészvillogót is rákapcsoltam. Illetve, hogy halkabb legyen, visszaveszem a szivattyú teljesítményt. Jó, illetve itt indexet is tudok ebből a kapcsolni. Jó, megnézzük még a töltőt, mindjárt hozom, és aztán nem marad más hátra, mint a búcsú. Tehát ezt a egyszerű kis halk rakodógépet ebben lehet tölteni. Tehát ezt itt egyszerűen
bedugom, egy, illetve őt pedig a konnektorba, és onnantól tudja tölteni. Ez itt a maximum 84 voltig működő töltővel. Jó, automatikusan kikapcsol, néhány óra alatt föltölti egyébként, tehát egy 4-6 óra alatt föltölti az akkumulátort. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, nézzék meg további videóinkat, illetve a géppel kapcsolatban keressék területi képviselőinket, információt a www.szegana.hu honlapunkon, illetve az everam.hu honlapunkon találhat. Köszönöm szépen a figyelmet!